Az értékes gyűjtemény néhány nappal ezelőtt került a múzeum birtokába. Az egyedi tollrajzokat tartalmazó gyűjtemény eredetileg egy 1993-ban megjelent könyv illusztrációját képezte. A Tatabányai Múzeum képzőipar és fotoművészeti gyűjteménye gyarapodott a múlt héten, tehát valóban néhány nappal ezelőtt egy 34 darabot számláló grafikai sorozattal. Sólyom Lajos az alkotójuk, ő kereste meg a múzeumot, és ő ajánlotta fel ezt a saját magától készített sorozatot. Nagyváradon készültek ezek a munkák, eredeti céljukat tekintve tulajdonképpen illusztrációk, hiszen egy 1993-as kiadású Nagyváradot bemutató kiadványban jelentek meg. Az átadás érdekessége, vagy hát az ajándék érdekessége, hogy megkaptuk a kiadványt magát és a hozzákészült illusztrációkat is. Hihetetlenül biztos térérzékelést és a térnek a megragadására való képességet mutatnak számunkra. Hihetetlen biztos és jó leső nézni, és ahogy kezeli a tollal készült újrajzokról beszélünk. És mind-mind nagyváradi utcarészletet mutat be. Azt is hangsúlyoznám, hogy ezek eredetileg ott helyben készültek, nem előzetes fotóanyag, vagy nem előzetes vázlatolás alapján, kivéve néhány darabot, amikor tudatosan egy-egy archív állapotot akart megjeleníteni az utcakép tekintetében. Van egy érdekessége, még egy kapcsolódó, várható folyamánya ennek a dolognak, ez pedig az, hogy Sólyom Lajos felajánlotta azt, hogy elkészít a múzeum számára körülbelül egy évet szán erre a tevékenységre egy sorozatot, amely az erdélyi híres írók és költők arcképeit fogja tulajdonképpen tartalmazni. Nagyon érdekes lesz dokumentálni majd ezt a folyamatot. A múzeum anyagának gyarapítása javarészt adományozásból tevődik össze. Elsősorban a múzeumi gyűjtemények gyarapítására a bizony-bizony ajándékozás útján van csak lehetőségünk. Például a 10 és 13 közti időszakban mindössze 2 darab műtárgyat tudtunk megvásárolni. Az összes többi, és azért itt több mint 1000 darabról van szó, pedig ajándékozás eredménye volt.